sült hús. Oké. Okay. Na, megvan még egy ház. Kéne keresni bele egy... Gyors elszaladok, azt körülnézek, hogy találok egy olyan embert, akit a vájárfészerőt be tudok küldeni. Tényleg jut eszembe, most mondtátok, hogy mészkövet azt tudok én is akkor szedni? Vagy most mi van azzal? Mert akkor szedek én is. Mert most az lesz a következő, hogy leszigeteljek minden házat. Legalábbis az lenne a cél. Van hát program az. 35. Kellene nekünk itt termelő. Hűs termelő. Van 3 muki. Ezt nem hiszem el, ezek komoly. Na, ezt úgy hívják, hogy szivatás. Befejlődött még egy vadászlól. Ó, várjatok csak. Azt mondja, a kovács műhely. Kíváncsiuk, hogy a tanoncot mikor lehet kijelölni. Eszközök, kalapács. Ötven egy tartóság. Két kiírja, hogy izé? Hogy vagyunk? Húzókész 100, ajha. Baszd meg! Azt a kurva! Édes faszom! A gyerekek, hát ezt nem hiszem el. Az meg nem dolgozott, de jó, fasza. Az igen, az szép. Nézem, mondom, miért nem használ ezt csákányt? Hát rájöttem be azért, miért nem. Jó, hát én basztam el. Átmegyek még a szomszéd faluba, mert mennyi az idő? 21, még áttérek. Mindenképpen kéne egy 3-as termelő. Mészkőre. Ezt jó le, egy izé ment, vájárfészer. Szia. Jelenlétjű be van írva. Hát tudod mi ez a baj, hogy munkanélkül ugyanennyit zabál meg tüzel, mint a többiek, szóval ez így nem volt jó üzlet nekem. És most hogy gondolj bele, hogyha az alatt a pár nap alatt kitermeli azt a 16-ot, amit most beállítottam neki, akkor még egy házzal több le lenne már szigetelve. Úgyhogy itt erős a biznisz bukta. A fizetés az a kaja, meg a szállás, meg a többi. Koptatja a házamat. Ajna már. Gyerekek. Megint killódás van ezzel a találjámbert, mert ugye, még azt mondom, a kettes még talán-talán, de mindegyik egyes izére, termelés, kitermelésre, és az nem jó. Hát a vicc egyébként, hogy a többség az kitermelésre kell.
csörtettek itt mellettem a nyulak, baszki. Nyuszi! Nyuszi a fübe! Előfordult, srácok, hogy még majd gyors megkajálok, azt folytatom azt tovább. Most épp azon gondolkodok. A stream is maradhat addig. Ez az, itt vagyunk-e? És már, én nem szeretem a nőket dolgoztatni csákányat, de hát ő igényli a munkát. 26 éves vagy? Jó lesz-e, sima. Hány éves korig élnek? Új ház. Full extrás ház. Szava nem lehet. Azt mondja, hogy vájár, fészer. Üres bányász, mennyi dolgozzá, dolgozzá! Azt mondja, vájár fészer 31 per nap. Na így már mindjárt jobban néz ki a helyzet. Oké, zsír, na, meg vagyunk, és még időben is vagyok. Így kell ezt csinálni. Na, kérem szépen, mennyi pénzem van most pluszban? 183. Ugye a következő évben most fejlődött a... El is felejtettem, ezt figyeljétek. Ez aki azért csinálja a szabászatot, a Poznan úr. A Poznan úr az most elkezdett fejlődni, de mint az ökör. 4-esre ugrott, az most mindjárt 5-ös lesz. Ami azt jelenti, hogy itt most már beindul a termelés, és hát így most már elég sokat le fog kraftolni naponta. Meg a vadászok is most beindultak, mert ők is felfejlődtek, ahogy észrevettem. Úgyhogy jó lesz. Majd a következő év már könnyű lesz. De és ezt játszott, Gabesz? Zsír. Csapjad neki. Nálam még nem halt meg senki. Akkor nem tudom egyébként mi a limit vagy hogyan megy, de hát mondjuk 18 év elvileg a játék vége, ugye? A gyereknek a megszületésétől számolva 18 év, úgyhogy az alatt mondjuk csúnya lenne, ha meghalna bárki is. Ahogyha még egy 30 éves falusit találok, aki becsatlakozik, még az is vígan elvileg 48 évesként végzi a játék végét. Nem, a következő év tényleg könnyebb lesz, mert vetőmagom is megvan, és már magamnak termelek, úgyhogy a következő évtől már lassan be kéne indítani az állattartást, legalább a tyúkolat, vagy valamit. De azért gondolkozok, akkor lehet, hogy a tyúkolat egyelőre skippelem, és ugye plusz pénzt kell termeljünk, lehet disznóolat kéne, mert a disznózásban nagy pénz van, ha jól tudom, nem?
Hát igen, hogy trányám legyen, de ugye várjatok, nem, a disznózást ezérkor indítjuk be. Ősszel, mert addigra terem be a zabom, és akkor lesz már ellátmányom. Mert azt nem veszek, úgyhogy ősszel. Hát jelenleg mi egy szóló game, de készül bele a kooperatív verzió, és elméletileg... Na mindjárt váltás van. Elméletileg nem sokára már lesz benne az is. De szép zárás volt, oda nézzetek. Nézzük csak. Az eső után gyönyörű szivárvány van, szépen néz ki, az embereid boldognak tűnnek, és ezt jó ómennek tartják. Ez jó. Minden falusi 10 hangulatot kap. Na majd most lehet fejlődni. Hogy micsoda? Haszta kurva. Gyerekek. Az igen. Az igen. Az fasza. Oké. Meg vagyunk. Fasza, nagyon jó minden. Nagyon jól áll minden. Mész ki 27, oké. Okay. De ezért miért követ honnan lehet szedni? Ah, kész van még egy ház. Oké, fasza. Azon csak a tetőt kell lecserélni meg azon is, aztán az jó is. Három házra van szigetelve. Aha, csákánya. Oké, 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 oké. Na, mi kell nekem? A másik szigetelőanyaghoz mi kell? Vakolat. Ezt nekem kell leszedni be azért, mert leszedi a paraszt. Ez nem lesz olyan jó. Bassz meg.
És egyet már egy is leszedett a rajtnyomor útja. Nem baj. Kár, hogy azt nem lehet beállítani egyébként nekik, hogy csak művelje a földet, de ne arassa le a termést. Az úgy jobb lenne, mert ugye az a baj, hogy vészt pazarlás, amikor ő arat. Fele annyit se szed le, mint én. Közel 600 lejött. Ebből a földből annyi bőven elég káposzta főzelékhez. Még sok is. Oda néz. És 106 magunk lett, kiváló. Van még kaja is bent. Jó, egyelőre így minden remek. Az előző termésből maradt 115, ez most 575 lett. Nyilván kevesebbet vetettem, de ez így ennyi elég, több nem kell. Szilva. Leszedik a na, zsír! Nem kell... Na, erre viszont jó, jók lesznek, hogy leszűröteli a gyümölcsöt. Király. Gyerekek, sima. Az úgy korrekt, tetszik. Várjatok csak. Már. Mi van útban neki? Ez? Mi van neki útba? Most már semmi nem lesz neki útba. Csak szólok. Ez így most lesz tuti. Ezt figyeld. Mondtam.
kihúztam egy utat, mert azt ki lehet bárhova húzni, azt utána meg felszedtem az utat, és akkor onnantól kezdve már le tudtam rakni a fás kertet. Nagyjából ennyi történt. Szia Sasza, hello hello! Mi a helyzet? Még komlót ide veszek majd. Azt mondja, hogy kell nekem gyümölcsfa, azt mondja Szilva. Egyszer. Aztán kell nekünk egy cseresznye. Még egyszer, nagyon jó. Megint egy Szilva. Megint egy cserkó. Megint egy Szilva. Egy cserkó. Egy Szilva. És még ide a végére. Pont, látjátok, pont 8 fám volt, ez mekkora király. Na. Ez a határzáró. Nagyszerű. Zökkenőmentesen megy a balhé. Aha. Most van az srácok, hogy a tűzifát azt visszaveszem picivel, mert megfeleződött. Nem fog kelleni ennyi. Leveszem 10-re, annyi elég lesz, és akkor szedjenek rönköt. Mert a tetőket, azokat le kell cseréljük majd. 10 tűzifa bőven elég. Úgy is van rönk, és akkor még itt. Itt meghagyom. Azt mondod, hogy csak deszkát. Mondjuk az se hülyeség, amit mondasz. Így ez jó lesz, ez 20, ez napi 40 darabot csinál meg. Ami azt jelenti, hogy ez majdnem egy háztető, mert majd beszállok én is. Oké. Okay. Na, most viszont mi menjünk izélni. Keresek mészkövet, srácok. Sőt, nem, ezért akartam megnézni pillanat, mindjárt. Ja, hát igazából itt felettem is itt ez a hegy oldal, itt kezdődik. Egy
Mindjárt megnézem itt konkrétan mi a helyzet errefele. Ja, ez az. Kimerült, mi van? Ez komoly. Ez elég gyalázatos így. Ezt szedetni szerintem jobban megéri. Ez vicces, hát ez... Ez nem jó üzlet. Csak a munkások kicsit többet hoznak ebből, mint amit én ki tudok szedni. De emlékeztem, én azért is állítottam be elég korán őket szedni, ezt a szart. Hát ja, igazából figyelj, annyiból jó, hogy amennyit tudok mellé termelek én is, nyilván. Simán. Azta. Csak még az egész a hegyoldalat lebányászom. Jó, erre tényleg jó. Addig köbben összejön 10 darab. A munkások naponta 60-at szednek. Úgyhogy ebbe szar vagyok. Mondhatjuk így is. Oké. Nem, az csak tartós emberi különbséget eredményez a csákány. Hogy tovább bírja, mielőtt összetörik igazából. Más izé nincs. Technológia. A technológiánk az fel is fejlődött. Kettes kovács műhely. Lehetne oda is még egy embert. Ó, nyílpuska. A nyílpuska az milyen erős. Ugye Mihály úgy van, hogy ebben a játékban az eszközök, ahogy fejlődik, ugye, hogy kő, aztán réz, akkor bronz és vas a vége, ott csak a tartóság a lényeg, hogy tovább bírja. Teszem azt a kőkés, a kés a legjobb példa, a kőkésnek a tartóság az 50x50-es, és megnyúzol vele 4 állatot, azt összetörik. Viszont a rézkés az már 150-es, az 3-szor tovább bírja, és így tovább. Jön azért az a mészkő.
Wow. Csinálok még egyet. Egyszerű ez a mérkőzés. Azt mondja, hát ez a kő, ez nekem nem kell. Kár egyébként, hogy a sima követ nem lehet ilyen kőpornak ledarálni. Most még. Annyi elég lesz. Annyi elég lesz, meg sok is. Mennyi kaja van most bent? 6000. A fáknak a termése is milyen sokat hozzáadott. De egy gyümölcsfát azt megéri egyébként, és ráhagyni teljesen a tényleg a izékre. A mezőgazdaságban dolgozókra. Nice. Viszont egy mészkövet hoztam, meg kiszedtek mellé. Hát igen, ők picit gyorsabban tolják neki. Erről ennyit. Sült hús. Oké, nézzük csak, hogy hogy állunk amúgy. Bőr 43. Prém 73, 10 prém cipő. Ó, gyerekek, hát ez kurva jó. Zenhat 51.
Azt mondja, hogy erre mennyi időm van. Erre van. Erre mennyi időm van? 16. Erre 4. Na ezt majd hamarosan meg kell csinálni, ezt az alvinos cuccot. Ja, egyébként most is beszéltünk. Ő az egyik ilyen főküldetéses, nem? Meg ki van még? Más nincs. Más nincs. A csaj volt még, de annak szerintem kész van teljesen a főküldetése. Ja, majd oda el kell mennünk, igen. Piszkos vagyok. Hát de esik az eső, kérem. Mi van? Fickós. Nézzük csak. Hát piszkos lehet, gondolom megizzadt a futástól, csak ugye azt nem értem, hogy ha esik az eső, akkor hogy. Na mindegy. How can I help you? Bassza meg. Hey old friend, only the best products here. Pillanat, csak közben kaptunk itt egy kis megbízást, azt mondja, kell vennem még műtrágyát. Sajnos ez nem várhat. Úgyis van 90-t viszünk. Goodbye. Hogy érzed magad? Semmi újdonság, mára tele van a kezem, arról nem is beszélve, hogy víztömlöm, szivárog, esküszöm, mint a direkt csinálná. Csak hogy menelzítse a munkámat ezen a rohadt napon. Nos, ez nagyon rossz. Nem tudsz csak úgy venni egy újat. Ez a kedvencem, ragaszkodom hozzá. Kedvedért, barátom, úgy teszek, mintha ez egyáltalán nem lenne undorító. Miben segíthetek? Innen nyugatra van egy falu, ahol van egy varrodájuk. Át tudnám menni oda és beszélni a varrónővel, hogy megjavítsa a bugykosom. Persze, nem gond, visszahozom a büdös tömlődet. Amit megjavították. Jó, lol. Ez így ennyi. Úgyis arra megyünk majd bányászni. Ugye? Ja, hogy az Denikában van, azt hittem, hogy fent izébe van. Tud ki környékén, nem mondod? Ó, bazd meg. Remek. Remek, remek. Hátralévő évek száma 14. Ráér. Nem döglik szomjon addig. Viszont, de beszélni kell a csajjal. Rárugom az ajtót. Eló, szép hölgy. Eló, mit akarsz? Szerintem ki kéne békülnöd a férjeddel, hiányzol neki. Azt mondja, és egy idegent küld hozzám, ahelyett, hogy ő maga jönne ide, olyan lusta, nem is emlékszem, mikor készített nekem utoljára gyümölcsös pitét.
Régen hetente egyszer csinálta, most csak visszajön a munkából és egyből lefekszik. Azt hiszem mennem kéne. Aha. Milyen munkából jön vissza? Itt ül a kocsmába, baszd meg! Na szóval. Nem tudtam meggyőzni a feleségedet, hogy jöjjön vissza, azt mondta, hogy lusta lettél valami gyümölcsös pite miatt, és hogy dühös, hogy egy idegent küldesz ahelyett, hogy személyesen beszélnél vele. Várj, gyümölcsös pitét említettél? Ez baj, ez az. Biztos vagyok benne, hogyha úgy elkészítem, mint régen, akkor még egy esélyt ad nekem, hajrá! Igen, utálom, hogy megint a segítséget kell kérnem, de szükségem van néhány hozzávalóra az étel elkészítéséhez. Meg tudnál nekem szerezni őket? Nekem már van néhány, úgyhogy csak egy pára van szükségem. Bassza meg. Egy darab tojás kell neki? Hát, az haver. Hail friend. Whatever you need, I've got it. Akkor azt inkább megveszem itt, bazzak, 15 ér, azt rohagy meg. Isten hozzád. Tessék itt a tojásod. Nagyon köszönöm, elraktam pár érmét vészhelyzet esetére, és azt hiszem, kiérdemelted, most elkezdek főzni. Henny, szia, üdvözöllek a csatornán, köszönöm szépen a követést. Érezd jó magad, harihó. Örülök, hogy segíthettem. Na. Várj a következő napig. Oké. Várok, már megyek is haza. Jaj, feleséged, na! Üdvözöllek és köszi a követést. Sose sütött pitét, csak a szomszéd, azaz. Na, most jól állunk, megint visszamegyek. Most már többlettermelésem lesz bőrökből, mindenből, úgyhogy a szörmecipőből szerintem az adó az ki fog jönni. Egy évszakra 1426, várjál, ez tavaszról nyárra, nyárról ősz az 3000, őszről tél az 4500, azt a kú. Oké. Gyerekek, itt tényleg rabolni kell majd, mert picit sokat akarnak. Ezért be kell indítanom ősztől a... Szerintem a tyúkokat, azokat félre rakjuk, de ezért izért fogok csinálni, disznólat, és arra gyűjtök, hogy azonnal ugye malacokat, mert azt hiszem elég jó pénzt termel, hogyha megnőnek, ugye? Ha jól emlékszek. Na de jó ára is van, amikor eladod, elvileg. Úgy tudom. Cseresznye 31, húsok, káposzta, körte, szilva. Ó, gyerekek, itt minden van, hát ezt a mindenség. Viszont ami nincs már, az a víz. Azt mondja, nekem lenne egy kérdésem, volt már olyan, hogy csak úgy eltűnt valamid, mert nekem egy időben lett komposztom és köddé vált. Akkor fordulhat elő, hogyha a komposzt az nem lejár a szavatossága. Ezt nem tudom, mert olyat még nem használtam, de előfordulhat, hogy valamelyik munkás felhasznált, nem? Szerintem. Olyan lehetséges. De nem tudom. Akkor tűnnek el dolgok, hogyha egy munkás, adott munkás felhasználja. Elvileg.
Zsák, a zsákot azt átrakjuk. Kell még zsákot csináljuk. Azt mondja 9. Csinálok gyorsan zsákot. Rém 83, még mindig a bőr az szarul áll. Kis bőrtöbletet kell majd termelni szerintem. Csákány 6, azt majd kell csinálni. A fejsze az... részfejsze az jó. Várjatok már, miért van ennyi részfejsze? Nem kell ennyi részfejsze, gyerekek, hát ez sok. Valami nem jó. Ó, bazz, oké. Részből veszik ki az oxigén, ja. Jó lesz így is. Hadd fejlődjön a pali. Azt mondja, nincs ilyen munkanat, akkor meg pajtám se volt, de az egyetlen dolog, amire én is gondoltam, hogy igen, talán van lejár. Ja, lehet, hogy az egyébként nem használtam még desert, mit mondasz rá? Anyagraktárba esetleg nem került, tehát... Azt mondja, 3 hús, elméletek van nálam is, igen. Ez a régi hús, ebből veszek le egy keveset. Elég. Mi a pöcs? Ó, gyerekek, itt mi? Mi történik? Okay, és akkor együnk belőle mi is. Kiváló, 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 kiváló. Kell nekem vödör. Lassan új vödröket kell csinálni, mert kopnak, mint a marha. Mit akartam még innen? Potom az van, kövem az van, sok mészkő. Termelődik itt minden, ahogy kell. Ja, megvan, már tudom, mit akartam. Potból kell egy 10-es. Sőt, egy 20-as, mert... Jó, és akkor kell csapda. Nagyszerű. Na. Nézzük csak. Vödör. Oké, fasza, nézzük, hogy állunk. 6500 kaja, 1000 szükséglet, 2600 víz, 1000 szükséglet, 1300 tüzelő, 300 szükséglet. Szerintem most túltermelve vagyok, és ez nem baj. Oké, gyorsan csináljuk a szigetelést.
Mert most megint összeszedtek annyi... Jaj, nem. Mészkő kell. Elkezdek tovább szigetelni. Melyiket szigeteljük le? Megyünk erre fele. Alakul. Hobat? Haló? Ez hogy történhetett meg? Ó, bazd meg, az nem jó. Bebugoltam. Köszi. Nincsen rá, ezt neked kell megcsinálni. Az upgrade-eket azokat te csinálod meg. Építkezni például ők nem építkeznek, azt csak te tudsz. Oké, kész van még egy kecó. Jó, fasza. Ennyi az idő. Mennyi deszkát csináltak meg? 24-et. Jó, hát majd a szépen lassan alakulgat.